Az Erős Zsolt arénában lakó tűzkárosult családoknak április végéig el kell hagyniuk a jelenleg otthont biztosító létesítményt. Mivel a csíkszeredai krízisközpont létrehozása ellen tiltakozó pereket indítottak, a bíróság elnöki rendelettel leállította a létesítmény kialakításának folyamatát, így nem tudni, mi történik azokkal, akiknek nincs lehetőség a gyors költözésre. Bár a tervek szerint krízisközpontot hoztak volna létre az Erős Zsolt arénában élő tűzkárosultak számára, a csíkszeredai Hajnal utcában meghiúsulni látszik a kivitelezés. A Hajnal utca lakói és számos cég több mint 100 aláírással támogatott tiltakozó beadványt adtak át tavaly nyáron a polgármesteri hivatalban, amelyben kifejtették, nem tartják elfogadhatónak a tűzkárosult csíksomlyói roma családok odaköltöztetését. Így a bíróság elnöki rendelettel felfüggesztett minden olyan lépést, amely a krízisközpont létrehozását szolgálja, amíg a létesítmény létrehozása ellen tiltakozók által kezdeményezett perekben jogerős ítélet nem születik. Korodi Attila csíkszereda polgármestere 24+ műsorunkban elmondta, próbálnak minél több családnak segíteni azért, hogy ne kerüljenek utcára április 9-e után. Ennek érdekében a polgármesteri hivatal 2 szociális lakást tud biztosítani, de többen már keresik az új otthont. Van, aki el tud menni olyan ingatlanba, ami az örökosság az kötődik, de már ő tudja azt fenntartani saját anyagilag, és van, aki egyszerűen bérleményt tud szerezni, úgyhogy ebben kell segítsük őket, mert ezek munkavállaló emberek, ezek olyan emberek, családok, akik megértették, mi az az életvitel, amelyben egy normális család megéri a mindennapjait. Ezért szűkebb keresztmetszet maradt azokra, akiknél komolyabb gondot jelenthet a következő nyári időszak. Hozzátettem, azokon a személyeken, akik egyelőre még nem találtak semmilyen megoldást az áprilisi határidőig, továbbra is segíteni fognak. Tanácsokkal látják el, és munkahelyeket próbálnak szerezni számukra. Még Magyarországon is találtak építőipari munkalehetőségeket néhány férfi számára. A krízisközpont körüli perek akár 2-3 évig is elhúzódhatnak, így minél hosszabb időre kell stabil szállást találniuk a családoknak.